A lehetséges kapcsolódási pontokat keresték Csíkszeredában az egyes területeken dolgozó Hargita megyei és Tolna megyei szakemberek. Az egyik ilyen Paks 2 kapcsán éppen a szakképzés. Nincsenek magukra hagyva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság már 4 éve dolgozik azon, hogy erősítse a külhoni szakképzőiskolákat. Paks révén pedig próbáljuk az itteni szakképzést is, nem csak a székelyföldit, hanem egyáltalán Erdélyben, a Kárpát-medencében alkalmassá tenni arra, hogy egyre több szakembert tudjanak a paksi építkezéshez biztosítani majd a következő években. Ehhez elsősorban a szülőket és a gyerekeket kell megszólítani, hogy válasszák bátrabban a jól fizető szakmákat adó képzéseket. Hogyan kerülhetne több gyerek a szakképzésbe? Ugyanazokkal a problémákkal küzd az erdélyi rendszer, a román rendszer is, mint a magyar rendszer. A diákok többsége gimnáziumba akar menni, és a szakképzésben nagyon nehezen tudják becsábítani a gyerekeket. Paks 2 viszont nem csak azt a lehetőséget nyújtja a külhoni magyaroknak, hogy hazájukat elhagyva boldoguljanak, hanem azt is, hogy akik már elmentek, esetenként jóval messzebbre a nyugat-európai országokba, azok közelebb kerüljenek az otthonukhoz. Számunkra kihívás és egy nagy lehetőség az, hogy a magyar kormány a paksi fejlesztéssel akár lehetőséget tud teremteni arra, hogy a nyugatabbra, a nyugati országban elszakadtak számára egy jól fizető munkahelyjel a szülőföldhöz közelebb kerüljenek, és ugye az egy 10 éves projekt, a 10 év után várhatóan akkor már sokkal könnyebb lesz hazaköltözni azoknak, akik ma sajnos távol kell keressék meg a napi kenyeret. Azon, hogy minél több külhoni magyar kaphasson munkát a paksi építkezésen, Süli János tárca nélküli miniszter munkatársai dolgoznak, de a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága is segíti a munkát.